Újabb nyílt levelet írt Fűrjes Balázs a miniszterelnökség államtitkára Baranyi Krisztinának, miután a 9. kerületi polgármester az ATV múlt heti műsorában nem volt hajlandó válaszolni a pesti srácok munkatársának kérdéseire. Baranyi azt mondta, hogy Ócska fizetett propagandistáknak nem nyilatkozik, és ha tudta volna, hogy a pesti srácok munkatársai is ott lesznek a stúdióban, el sem megy. Fűrjes Balázs a miniszterelnökség államtitkára válaszolt a polgármester szavaira. Szerinte korlátozta az újságíró szólásszabadságát és megkérdőjelezte az ATV szerkesztői szabadságát. Baranyi erre úgy reagált, hogy a sajtó szabadságát épp hogy megvédeni igyekezett. Szerinte politikusként csak azokkal a sajtómunkatársakkal kell szóba állni, akik a miniszterelnökhöz intézett kritikus kérdésekkel bebizonyítják, hogy valódi újságírók. Fűrjes újabb üzenetében úgy fogalmazott, ne a politikusok szabják meg, írják elő, határozzák meg, hogy ki minősül valódi újságírónak, ki kezelhető egyáltalán sajtóként, hogy ki vehet részt a demokratikus diskurzusban. Hát ez nagyon jól hangzik, amit Fűrjes Balázs előadott. Kicsúszott. Ez nagyon jól hangzik. Már csak az a kérdés, hogy Orbán Viktor hogy nem áll szóba ellenzéki újságíróval? Hát hogy van ez? Hát itt úgy látom, hogy az elvek azok nagyon rendben vannak. Ne politikusok szabják meg, írják elő, határozzák meg, hogy ki minősül valódi újságírónak. De érdekes módon Orbán Viktor azért erre vetemedik. Amikor például nem nyilatkozik senkinek, csak és kizárólag a saját jobbágyainak. Kizárólag a Kossuth Rádió hajlandó beszélgetni, ahol hát megfelelő infrastruktúrája van berendezve az ápolásnak. Hát nyilván akárhova nem mehet egy miniszterelnök. Na most, hogyha a miniszterelnök így működik, akkor milyen alapon várja el az ő, hát hogy is mondjam, az ő klientúrája azt, hogy egy ferencvárosi polgármester ne így működjön. Föl lehet ezt róni a ferencvárosi polgármesternek is. Én azt gondolom, hogy Baranyi Krisztina attitűdjével itt azért bajok vannak. Akkor is, hogyha én személy szerint úgy gondolom, hogy a pesti srácok munkatársa valóban hagy kivetni valót maga kapcsán a újságírónak minősülés vonatkozásában. De akkor is, én érteni vélem a Baranyi Krisztinának a szempontjait, de a Baranyi Krisztina is, hát milyen attitűdöt mutat itt? Azt az attitűdöt, amit a miniszterelnök mutat. Ugyanazt. Hát most, hogyha Baranyi Krisztina azt mondja, hogy politikusként csak azokkal a sajtómunkásokkal kell szóba állnia, akik a miniszterelnökhöz intézett kritikus kérdéseikkel már bebizonyították, hogy ők valódi újságírók, tudod, hogyha ő meghatározza azt, hogy mely újságírók azok, akiknek ő nyilatkozik, és mely újságírók azok, akiknek nem nyilatkozik. Hát meg, hogy mi az aktus, ami meghatározza a jó újságírót, nem azt mondja, hogy aki a saját oldala felé is kritikusan fordul, hanem aki a miniszterelnök felé kritikusan fordul, tehát az újságíró, aki ellenzéki. Igen, igen, de hogy valójában nem is a fake news médiával van a baj, hanem azzal a fake news médiával, amelyik a miniszterelnököt kiszolgálja. Azzal a fake news médiával, amelyik az ellenzéket, meg az ellenzéki politikusokat kiszolgálja, azzal semmi probléma nincsen. Én értem, hogy onnan, ahonnan Baranyi Krisztina nézi, onnan a pesti srácok a fake news média. De hát azt is értjük, hogy onnan, ahonnan meg Fűrjes Balázs nézi, meg ahonnan a fideszesek nézik, vagy hogy úgy mondjam, az országnak a több mint a fele nézi, onnan nézve meg a 444, meg a HVG, meg a Telex a fake news média. Most erről lehet egy teljesen meddő vitát folytatni, hogy melyik a fake news média. Nyilván mind a kettő úgy hajlítja a realitást, hogy a maga narratívája érvényesüljön annak nyomán. De ha Baranyi Krisztinának itt és most joga van meghatározni azt, hogy melyik újságíró az újságíró és melyik a propagandista, ennek megfelelően melyiknek hajlandó válaszolni, melyiknek nem, akkor mi a baj Orbán Viktorral? Ja, ezzel szentesíti azt, amit a bármelyik a rakparton a parlament felé sétáló fideszes politikus csinál, amikor elétolnak egy mikrofont, elolvassa, ami rá van írva, és ez alapján azt mondja, hogy fake newsnak nem nyilatkozom, önöknek nem nyilatkozom, vagy valakit ki lehet tiltani a parlamentből, hogy onnan tudósításokat adjon. De amikor meg a Fűrjes előadja ezt a ne politikusok szabják meg, hogy ki minősül valódi újságírónak, mert hát ők közszolgák, nekik nyilatkozniuk kell, mert nyilatkozatadási kötelezettségük van, mert őnekik igenis szolgálniuk kell a közvéleményt, mert őnekik felvilágosítás kell
kell adniuk a saját munkájukról. Ez nagyon szépen és nagyon jól hangzik. Már csak az a kérdés, hogy őket kikényszeríti erre. Őket ki fogja rászorítani erre. Orbán Viktort ki fogja rászorítani arra, hogy a hatalmának, kétharmados teljhatalmának 12. évében hajlandó legyen bárkinek nyilatkozni a saját jobbágyain kívül. Timothy Snyder, aki a II. Világháború történetének kutatója volt, és aztán később a kortárs autoritár tendenciáknak a vizsgálója lett, többek között Donald Trumpról, Vladimir Putyinról és más autoritár, illetve diktatórikus vezetőkről írt könyvet, a Szabadság felszámolása címen. Ő hívta fel a figyelmet arra, hogy a fake news, mint kifejezés előképe, az a lügepressze, amit Adolf Hitler kezdett el nyomni 30-as évek második felében, hogy bármilyen kritikus véleményt, amit megfogalmaztak vele szemben, hogy az a lügepressze, tehát a hazug sajtó, hogy az, amivel nem foglalkozik. És ez köszön egyébként vissza ebben a fake newsban, amivel lehet diszkreditálni bármilyen típusú ellen véleményt. És lapjainkban ugye egyébként ezt látjuk, hogy a miniszterelnök is azt mondta klasszikusan, ugye még az Indexnek, hogy fake newsnak nem nyilatkozom, mondta az Index riporterének jó pár évvel ezelőtt, amikor még az előző Index érkezett. Igen, most már ez a mostani Index, ez most már minden kétséget kizáróan és minden igényt kielégítően média, ez már sajtó. Ugye ez már független objektív, ahogy szokták mondani, gúnyosan a éppenséggel a Pesti Srácok munkatársa is ezt a kifejezést. Hogy ezzel, hogy független objektív, ezt rá szokták aggatni az ellenzéki médiumokra. De nem ők aggatják. Az ellenzéki orgánumok állítják azt önmagukról, hogy ők a független objektívek, ellentétben a másik oldallal, amelyik meg egyértelműen lakálymédia, szolgálati sajtó, és a helyzet az, hogy amikor ők ott a jobb oldalon, Pesti Srácok például, gúnyolódnak ezen, hogy független objektívek, én értem az érvelésüket, csak hogy az ő érvelésük meg tudod mi? Az, hogy nincs függetlenség, nincs objektivitás. Na most attól még, hogy a 444, meg a Telex, meg a HVG nem független, és nem gondolom, hogy objektív, ettől még maga a fogalom azért, magának a fogalomnak szabadjon léteznie. Azért van függetlenség, és van objektivitás. Ők azért vonják kétségbe a függetlenséget, meg az objektivitást, mert tapasztalják a maguk oldalán nagyon nagy fokú függetlenség deficitet, és így számolják fel a deficitet, hogy elvitatják a fogalomnak a jelentését, tulajdonképpen dekonstruálják a fogalmat, hogy függetlenség, és onnantól kezdve nincs deficit. Ha mindenki pártos média, ha mindenki elfogult média, akkor az ő működésükkel semmi baj, és a 444 HVG Telex működésével is csak az a baj, hogy ők azt állítják magukról, hogy ők független objektív sajtó, pedig hát ők is szolgálnak, csak épp nem a hatalmat, hanem a jelenlegi ellenzéket. Én történészként a történettudományt felől közelítenék, és hoznék egy példát, hogy a történettudományban sincsen objektív történész. Ahogy általában a társadalomtudományokban se nincsen objektivitás. Ami az emberrel kapcsolatos, ahol akkor ember ítélkezik emberi dolgáról, ott nincsen objektivitás, mert egyszerűen az ember pozícionált, az ember felnő valahol, az ember kulturálisan, szociálisan meghatározott, pozícionált. Van valamilyen ideológiája, amely szempontok mentén rátekint a világra, van egy értékrendje. Ezért ilyen értelemben objektív történettudomány se létezik, és objektív média se létezik. De azért, mert nem létezik objektív történettudomány, az nem felmentés a gátlástalan propagandára. Igen. Amit például 1956 kapcsán csinálnak, ahol az 1956-os emlékéből, ugye Dózsa László történetéből ismerjük ezt az egész történetet, de a régmúlt idők történet propagandáira, a Rákosi rendszer propagandáira is utalhatunk, hogy újra és újra írták a történelmet az aktuális pártos szempontoknak megfelelően. Itt azt hiszem, az a lényeg, hogy de miképpen nem lehet objektív történettudományt művelni, az még nem mentség arra, hogy te gátlástalan propagandát műveljél történészi szerepben. Ugyanúgy, hogy azért, mert nem lehet teljesen csiramentes környezetet teremteni, mert csak a Safeguard is, ahol a baktériumok 98%-át távolítja el, ugye a reklám szerint, ettől te még nem kezdesz el trágyadombon műteni. Hanem tudod, hogy ez elérhetetlen cél, a teljes objektivitás, mint hogy elérhetetlen cél a teljes csiramentes környezet, de megpróbálod kihozni a legtöbbet. Törekszel valamire, valamilyen szakmai etosznak megfelelően. Na most itt szerintem kell egy különbséget tenni a saját értékrendjük mentén elfogult újságírók között, akik nyilván nem függetlenek és nem objektívak, mert mondjuk nem szeretik Orbán Viktort, nem szeretik a Fideszt, van egy neveltetésük, de mégiscsak képviselnek valamilyen fajta szakmai etoszt. A saját értékrendjüknek megfelelően próbálnak feldolgozni egy témát, amiből jön egy elbeszélés, egy elfogult,
de egy tudósítás. És velük szemben ott vannak a propagandisták, és itt tennék egy megkülönböztetést a partizán és a sorkatona között. Tehát én azt látom egyébként, hogy az ellenzéki médiumok képviselői, ők partizánok, a saját értékrendjüknek megfelelően, de nem parancsra, hanem teljesítenek valamit. Még a kormány oldalon, a Cashman médiumokban én sorkatonákat látok, ahol központilag jönnek ki utasítások, látható az, hogy a paneleknek megfelelően miként cserülnek le szavak, az, hogy a háborús, múlt héten még mindenki háborús inflációról írt, következő héten pedig, miután Orbán Viktor kiadja a vezényszót a Kossuth rádióban, hogy szankciós infláció, most az háborús infláció kifejezés már el van feledve, és itt a szankciós infláció van. Tehát ott láthatjuk, hogy a parancsok végigmennek, és parancsot követnek. A sorkatonák állnak szemben a kormány oldalról az ellenzéki partizánokkal, és ez szerintem ez egy lényeges különbség. Azért, mert egy propagandista kérdez, te még köteles vagy válaszolni, ha állami tisztviselő vagy. Ha nem vagy állami tisztviselő, miért kéne neked szóba állnod akárkivel is? De ha te állami tisztviselő vagy, ahogyan Baranyi Krisztina állami tisztviselő, és ahogyan Orbán Viktor is állami tisztviselő, akkor nincs mérlegelési joga azzal kapcsolatban, hogy ez eléggé újságíró-e, eléggé megfelele az én újságírásról alkotott elképzelésemnek, eléggé megfelele annak az étosznak, amit én támasztok az újságírással kapcsolatban. Ez egy politikus elfajzásának a minősített esete. Amikor egy politikus, aki közszolga, egy politikus, akinek számot kell adni legalábbis azokról a közügyekről, amelyeket ő intéz, az azt mondja, hogy te nem vagy újságíró, tehát én neked nem válaszolok. Most a helyzet az, hogy ha egy politikus köteles minden, mármint egy állami tisztviselő, köteles minden újságíró vagy újságírónak látszó személy kérdésére válaszolni, és Fürjes Balázs ebbe beleáll, hogy ezt megvédelmezze, akkor esetleg szólhatna Orbán Viktornak is erről, hogy van egy ilyen kötelezettség, amit 12 éve megtagad. Én a politikus helyében úgy próbáltam volna megoldani ezt a szituációt, hogy elmondom, hogy a Fertésrácokat nem egy klasszikus sajtóterméknek, hanem propaganda médiumnak tartom. A számos, megszámláltatlan elveszített sajtóper mutatja, és itt azért lehet listázni, hogy az Origó és a Fertésrácok hány sajtópert veszít el, hány rágalmazási pert, és vele szemben az ellenzék. Nem. Mondjuk azt, hogy a kormánytól független médiumok mennyit veszítenek el. És itt látható, hogy itt a rágalmazási perekben kiemelkednek az Origó és a Fertésrácok. Biztos az oldal többet perel, Peti. Tehát én azt mondtam volna a politikus helyében, miután elmondom, hogy nem tartom sajtóterméknek, hogy magának, mint ennek a propaganda terméknek az alkalmazottja, nem nyilatkozom, de mint választópolgár, de mint állampolgár, nekem kötelességem, hogy önt tájékoztassam, magát, mint állampolgár tájékoztatom ebben a helyzetben. Nagyon abszurd jelenet volt ez, de valójában nagyjából mindenki elég jól helytállt benne. Ugyanis a műsorvezetők kiemelték, hogy azért ez egy olyan médium, ahová igyekeznek meghívni mindenféle oldal speakereit, képviselőit, és ez nagyjából így is van, vagy ez azt hiszem, hogy ez egy erény, hogy van olyan csatorna, ahová még hajlandó bemenni egyszerre, vagy akár külön-külön két ember, aki nagyon mást gondol dolgokról. Sőt, a Kárász Róbert még a saját személyét is felvetette, hogy nem zárom ki, hogy még velem is baja van. Teljes joggal. De érted, ez egy tök jó önreflexió. Igen, valami új, ezt nem vártuk. Én azt kell mondjam, hogy a Szalai Szilárd is azt, amire ő felesküdött, azt sarkantyú összecsapással képvisel. És azt kell mondjam, hogy Baranyi Krisztina is karakán, hogy elmondja a véleményét, és elmondom, mit kellett volna csinálnia, és egyébként, hogy azt is csinálta. Mondja el a véleményét a pesti srácokról, majd válaszoljon a kérdésre. De ez is történt, tehát, hogy ő megválaszolta a kérdést, lehet, hogy eljátszották azt, hogy akkor én a műsorvezetőknek válaszolok, és akkor majd a Szalai Szilárd is hallhatja a válaszomat, de végül is a feltett kérdések meglettek válaszolva. Itt számon van kérve mondjuk a Fürjes Balázs részéről
a szólásszabadság, meg a szerkesztői szabadság, mintha ez most olyan hirtelen olyan szent lenne, csak azért, hogy agyon tudjuk nyomni a Baranyi Krisztinát. Én azt hiszem, hogy a szerkesztők el tudták hívni azokat az embereket a műsorba, akit szerettek volna, és lehet, hogy Baranyi Krisztinát meglepte, hogy kivel találkozik, ő azért kibe jár ebben a műsorban, ha jól veki a szavaiból, talán akkor a jövőben majd meg fogja kérdezni. De elhangzott a kérdés, elhangzott rá a válasz. Én rosszabbul érezném magam, ha falhoz szögeznék a polgármesterasszonyt, és neki mindenre válaszolnia kéne, de ő meg nem mondhatná el, hogy mit gondol. Szó nincs arról, hogy nem mondhatja el, hogy mit gondol. Épp az ellenkezője történt. Azt sem mondta el, ami a kérdésre adandó válasz, amíg a propagandista kérdezett. De amikor megismételte egy tényleges újságíró tök ugyanazt a kérdést, amit a propaganda tolba mondott, vagy a propagandista tolba mondott, akkor arra már lehet válaszolni. Tehát nem is a kérdéssel van a baj, hanem a kérdezővel. Ez egy nagyon-nagyon rossz reflex. Ez egy nagyon-nagyon rossz precedens. Kirekeszteni a nekem nem tetsző Magyarországot. Nem szóba állni vele, nem beszélni vele. Én értem, hogy ez nem egy organikus Magyarország, hanem egy felülről intézett kinevezéses alapon, akár úgy is lehet fogalmazni, hogy parancsuralmista alapon kiküldött sajtópribék. Mondjuk így. És még el is ismerem, hogy ez így van. A Baranyi Krisztinának ebben igaza van. De amikor ő partner ebben a kölcsönös kirekesztésben, érdemes átgondolni, hogy neki, meg az ő hozzá tartozó törzsnek, meg szavazóknak, meg Magyarországnak milyen lehetőségei és erőforrásai vannak ebben a kirekesztési versenyben. Mert hogy Orbán Viktoré az ország. Orbán Viktoré az ország tokkal vonóval. Közigazgatásilag, gazdaságilag, politikailag, kulturálisan nagy részt, minden vonatkozásban. Hogyha és most Baranyi Krisztina beindítja ezt a kölcsönös kirekesztési láncreakciót. Végig gondolta, hogy az ő Magyarországa, az a Magyarország, amit ő képvisel, annak mekkora kirekesztési kapacitása, és mekkora kirekesztési kapacitása Orbán Viktornak? Biztos, hogy ez a jó módszer? Biztos, hogy ebbe az utcába kéne besétálni, hogy nem vagyunk hajlandóak szóba állni a másik Magyarországgal? Mert Orbán Viktor ezt csinálja 12 éve, és ő ebben partner lesz. Ő ezt nagyon fogja élvezni, és ő fogja nyerni. Nem biztos. Tehát én azt érzem, hogy olyankor, amikor ebben a weimarizációban, ebben a polarizációban, ebben a közgyűlésben, gyűlölet szításában az ellenzék partnere a Fidesznek, akkor hát érzékelnie kellene, hogy valójában saját magára gyújtja rá a házat. Hogy Orbán Viktornak több oka van ezt a fmatot szítani, mint nekik. Hogy nekik a konszolidáció lenne az érdekük. Nekik az lenne az érdekük. El lehet mondani arról a propagandistáról, hogy az micsoda vagy kicsoda. De ez a nem veszek róla tudomást, nem állok vele szóba, keresztül nézek rajta. Úgy csinálok, mintha nem lenne. Ez a módszer. Hát ez a módszer vezetett el ehhez a Magyarországhoz, ehhez az Orbán Viktorhoz, ehhez a kétharmadhoz, ehhez a 12 évhez, ehhez a nemzeti együttműködés rendszeréhez. Tényleg ezt kell folytatni? Olyan érzésem van, most ez így beugrott, mintha a kormány oldal úgy viselkedne, mint az apád, aki feltételeket szab, és a csendjével büntet. Ahogy a kutyádat tudod, nem simogatod meg, amikor odaszart a nappali közepére napokig, és már attól szenved, hogy legalább akkor üsd meg a pórázzal még egyszer, csak hogy vegyél róla tudomást, hogy létezik. És akkor itt felmerül a kérdés, hogy és akkor vajon az ellenzéki oldal az megpróbál úgy szeretni, mint az anyád feltétel nélkül? Vannak ennek jelei, de nem ezt akartam igazán kifejezni, hanem azt, hogy ha mind a két oldal úgy viselkedik, hogy kondicionál a szigorával, és átnéz rajtad büntetésként, és úgy csinál, mintha nem léteznél, akkor egy olyan bejegyzett egynemű élettársi kapcsolatban találod magad gyerekként, ahol nem két homoszexuális férfi az apukád és az apukád, hanem két heteroszexuális erőszakos férfi, aki tudod, minden pillanatodban a szenvedésedet okozza. Ezzel az aktussal, annak ellenére, hogy ahogy a Robi is mondja, valóságot beszél a Baranyi Krisztina, legitimálja a számon kérhetetlenséget, és én azt hiszem, hogy ez nem egy abszurd jelenet, aminek nem szabadott volna megtörténni,
történnie, meg keressük a felelősöket, meg nem tudom, hanem én annak a precedensét látom, amikor az a sav átbukik a megfürdőkádnak a palánkján, amit eddig a kormánypárti politikusok savaztak rá az ilyen 444-es, indexes, telexes kérdezőke, hogy ők nekik nem nyilatkoznak. És így olyan, mintha Baranyi Krisztina önként felvette volna ezt a fegyvert a földről, és visszadobta volna. Én azt hiszem, hogy ahogy ez megtörtént, itt abba is kéne hagyni. Én nem tudom, ez a valamilyen Szabolcs, milyen Szabolcs volt ez? Szalai? Szalai Szilárd. Szilárd. Szalai Szabolcs, a mi kollégám. Igen, Szalai Szilárd. Ez a Szalai Szilárd, ez ugye az volt az érve Baranyi Krisztinának, hogy ez nem újságíró. Ez egy propagandista. Lehet, hogy igaza van Baranyi Krisztinának, de nagyon nagy a baj, ha Baranyi Krisztina nem érzékeli, hogy nem ő az, akinek jön ezt kategorizálni, és ezt a kategóriát meghatározni, hogy ki az újságíró és ki a propagandista. Mert ő egy közszolga. Ő Ferencváros polgármestere. Ő neki Ferencváros ügyeiről, ő neki a rábízott jószágokról számot kell adnia mindenkinek és akárkinek. Ha Új Péter leírja, ha Tóth Avi Árpád, vagy Bede Márton, vagy akárki leírja, hogy ez a figura, ez a Szilárd, ez nem újságíró, hanem ez egy ócska propagandista. Ez egy vélemény. És egy újságíró részéről neki nem kötelessége tájékoztatni a nyilvánosságot. És nem kötelessége mérlegelni, hogy a nyilvánosság-e az, amit tájékoztatok, vagy egy ócska szennylap. Na, a helyzet az, hogy onnan, ahonnan Baranyi Krisztina nézi, ha Baranyi Krisztina tényleg demokrata lenne, vagy hogyha ha az alternatívája lenne, vagy lehetne, vagy óhajtana lenni Orbán Viktornak bármilyen módon, akkor onnan, ahonnan ő nézi, a Ferencvárosi Városházáról nem szabadna látszani a különbségnek a propagandista és az újságíró között. Nem az ő dolga. Nem az ő dolga ezt megítélni, hogy kinek nyilatkozik és kinek nem. Az ő dolga az, hogy mindenki tájékoztasson. Ha elmondja a véleményét, hogy ő egyébként mint újságíró, vagy ő egyébként mint polgármester és mint politikus úgy gondolja, hogy az elvesztett sajtóperek tükrében ez nem egy bármilyen értelemben újságnak nevezhető valami, hanem ez egy szennylap. Ez egy rágalomhadjáratra létrehozott politikai pöröly. Én értem a szempontjait, de hogy megtagadja a nyilatkozatot, ez elfogadhatatlan, és hogyha Baranyi Krisztina nem érzékeli azt, hogy ez egy elvi kérdés, tök mindegy, hogy milyen elfogadhatatlan, milyen gyalázatos, vagy mennyire az újságírásra nyomokban sem emlékeztető firkász áll elé, tök mindegy, mert ő tájékoztatási kötelezettséggel bír, és nem kell vizsgálnia azt, hogy az, aki tájékoztat, az hogy írja meg ebből a cikket, vagy egyáltalán nem az ő dolga az, hogy ő a fél országot kirekeszte, és lehet, hogy ez nem a fél ország, mert ez Orbán Viktor külön megbízottja, ez a kölyök, akit oda küldtek. Lehet, hogy ez nem reprezentálja a fél országot. De a fél ország ezt még mindig nem tudja, és még mindig nem veszi tudomásul. Ez lehet Baranyi Krisztina véleménye. De a fél ország akárhogy is még mindig, ha szavaznia kell, ezekre szavaz. És több, mint a fele. Csak még egy gondolatot fogalmaznék meg azzal kapcsolatban, hogy a magukat konzervatívnak tartó Fidesz hódudvarhoz tartozó értelmiségiek, hogy állandóan a posztmodernnel hadakoznak, és 1968-al, és ugye azzal a gondolkodással, hogy most már ugye nincsenek nagy elbeszélések. Na most, amikor a magyar nyilvánosságban például Gajdics Otto az Ángárdban, meg a különböző vitaműsorokban rendre visszatérő volt, amikor számon kértek tőle valamit, hogy ez hogy is van, akkor azt mondta, ti ezt így gondoljátok, mi pedig így. Tehát kevés annyira posztmodern van, mint ez a mindent a vélemények szintjén nivellálnak, és a konkrét tényállításokkal szembeállítanak egyébként valamit, mert hogy az is egy vélemény, és ez is egy vélemény. Noha visszakéne... De hát akkor viszont senki nem is tud hazudni. Ez egy olyan helyzet, és nyilvánvaló, hogy a kormány oldalnak ez az érdeke, hogy létrejöjjön az a narratíva, amiben nem lehet hazudni, hiszen az is csak egy vélemény, amit te amúgy hamis tényközlésként citálsz föl. És ez maga a posztmodern, amivel elvileg szemben meghatározzák magukat.